Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a megjelent vendégeinket, illetve a képernyő előtt ülő különösieket a mai rendkívüli képviselőtestületi ülésünkön. A meghirdetett napirendhez képes két módosító javaslatom lenne. Az egyik az, hogy az első napirendi pontként a közös hivatal létrehozásával kapcsolatos döntésünket, illetve közös hivatal megtárgyalását vegyük napirendre, illetve 8. napirendi pontként pedig az alpolgármester illetményének a nyilatkoztatását, azt elfelejtettük a legutóbbi ülésen. Előre bocsátom, hogy Szilárdi Gábor alpolgármester úgy jelezte, hogy nem tart igényt illetményre, de a törvény a nyilatkozatot megkívánja. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még javaslat a napirendi ponthoz. Béla? Szeretnék indítványt tenni a 6. napirendi ponttal kapcsolatban a munkaügyben megtárgyalása. Én szeretnék felelős jogi álláspontot ezzel kapcsolatban, eddig nem tudok felelősséggel szavazni erről. Szeretném, hogy ezt nem kerüljön a napirendre. Tehát a levételét javaslatok. Jó. Akkor szavazunk először az általam javasolt két napirendi pontról, aki annak a feltárt közös hivatal, illetve a polgármester illetményéről való döntést, aki ezt elfogadja a két felemelésre jelezze. 2-4-6, illetőleg a Béla javaslatáról, hogy a 6. napirendi pontot vegyük le a mai ülésről, aki ezzel egyetért két felemelésre jelezze. 1-2-3, aki nem. 1-2-3. Padhelyzet. Nos? Nem értett egyet a testület. Ja, nem értett egyet, bocsánat. Tehát akkor napi rendben maradt. Igazat köszönöm a polgármesterről. Tehát nem kaptak a többséget. Összességében akkor a módosító indítványokkal egyetembe kérem a képviselőtestületet, hogy szavazzon a napirendi pontoktól. Aki egyetért a módosított napirendi pontokkal, az kézfelemelésre jelezze. Ja, igen. 6. Ja, nem. 4. Aki nem. 1. Aki tartózkodik. 1. Jó, tehát akkor 4 igen. És 1. 1. Hol is vannak? Közben közös hivatalra vétel vagy megalakításának megtárgyalása kapcsán tisztelettel köszöntöm Balogh Sándor Esztergom város aljegyző urat, Esztergom város aljegyzőjét és Sarkantyú Adrián a jegyzői hivatal munkatársát. A Ilikéről elfelejtettem szót említeni, jelezte, hogy nem tud részt venni a mai képviselőtestületi ülésünkön családi okok miatt, tehát ezért ez elmaradt. Jegyzőként hitelesítők személyének a megválasztása, kérem jelentkezést, kivállalkozik jegyzőként hitelesítésnek. 1-2. Aki egyetért a jegyzőként hitelesítők személyével, az kész felemeléssel jelezze. 1-2-3-4. És gondolom egy tartózkodás. Jó. Mielőtt belevágnánk a napirendi pontjaink megtárgyalásába, most már bizton kijelenthetjük, hogy az árvízi eseményeken túl vagyunk, és reméljük, hogy egy új ideig nem is fog visszatérni ez a katasztrófa helyzet sem Dömöstre, sem a térségünkre, illetve az országra. Nagy erőfeszítéseket kívánta a munka, és az apróbb helyreállítások ugyan még hátra vannak, de hát az már a védekezéshez képest, ha úgy tetszik, gyerekjáték. Én nagyon szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik berendeltként, illetve önkéntesként részt vettek a veszély elhárításába, amikor még a víz közeledett, és hát talán azt is nyugodtan mondhatom, hogy erőn felül teljesítettek. A ugyanilyen tisztelettel köszönjük meg a településünkhöz kötődő intézmények segítségét. Itt elsősorban, és nem csak azért, mert a Béla képviselőtestületi tag,
de nyilvánvalóan a DMRV, ZRT munkatársainak az erőfeszítése nélkül nem lett volna vízünk, még hogyha ivóvíz minősítést korlátozottan kapta is meg. De nagyon nagy segítséget jelentett számunkra a Törzsi Parkerdőgazdaságnak a felajánlása, hogy az öt közszélű munkást, akik őt foglalkoztatnak, de Dömösi illetőségűeket Dömösön az árvíz védekezésben igénybe vehetjük. Ők a mai napig itt dolgoztak, holnap már mennek a megszokott munkájukat végezni. És ugyanez vonatkozik a Dunai-Poly Nemzeti Park munkatársára is, az Andrisra, illetve a illetve az által irányított munkatársakra, akik részt vettek az árvízi védekezésbe. Azt is nagyon köszönjük, akik csak segítő kézzel kenésével, illetve a munkások kiszolgálásával segítettek, de hát az a láda sör is jól jött, amikor aki azt oda levitte a munkásoknak a megfeszített munka közben. Tehát azt gondolom, hogy szerencsésen túléltük a védekezést, és mindannyiunk nevében megköszönhetem mindenkinek a munkáját, aki ebbe tevékenyen részt vett. Tudom, lehettünk volna többen is olykor, bizonyos pillanatokban, de ezen most ne rágódjunk. Bartók László kért lehetőséget arra, még az alapülésen, hogy a árvízzel kapcsolatos gondolatait elmondja. Én azt gondolom, napi rendelő, most ezt adjuk meg néki. Parancsolj! Köszönöm szépen! Nagyon is Lajos elmondta, hogy itt megköszönjük, hogy meg nem szeretném elcsolódni még egyszer ezeket a neveket. Én kiemelném, hogy így összetem embereket, akiket ide biztosítottak nekünk, mondom, sütöltek folyamán, és ők azt mondták, hogy ez a gát, ami elkészült, hogy maximálisan megvédi a falut, illetve kifejezték a ma szándékot, amit jelezem a dömösségek felé, hogy úgy gondolja egy vízeszakember, aki ebben foglalkozik, hogy dömös lakosságának nincsen szüksége külön vízeszakemberre, mert ellátták ezt a feladatot. Pár szóval elmondanám a védekezést, hogy mi történt 300 méteri gátot építettünk, illetve homozságokat betöltöttünk 23.000 darab homozságot, hogy került betöltésre. Én megköszönöm a cégeknek is, akik vállalták úgy ezt a munkát, hogy tájékoztató lettek arról, hogy viszonylagban lesznek ők kifizetve. Ez kihangsúlyozott nem, tehát el kell mondani nekik, hogy nincsen már közlekvi háttér az önkormányzat szemléljen, hogy ezeket a munkákat kifizetve kerüljön. Ők mégis vállalták a munka elvégzését. Nem tudom, hogy számomra mennyire mehetünk bele, amelyik most már azért elhangzottak egy-két vádak, meg illetve feltételezések. Mondhatok összeget a védekezésre, tudomásom szerint körülbelül összeget, ami igen, kicsitom is ezt vezettem. Van ennek kifogása, nagyon sok napját a képviselőtestben. Én úgy tudom, hogy 11,5 millió forint volt a védekezési költség Dömösnek. Ebből beletartozik minden, tehát a gátépítés, a homok, ételfogyasztása, ital, tehát a víz, amit kaptak az emberek, ebben minden összeg benne van. Természetesen az összeg növekedni fog, mert az eltakarítással is onnan kell foglalkoznia. Nagyon jó, hogy ezen a sérkegyük dolgozhatom, ezt kihangsúlyoznám, és úgy veszem észre, hogy Dömösen még van jövő az összefogással, úgyhogy a fiatalokat is munkájára. És én megköszönöm, hogy mi szerint 300-nek, illetve egy dokumentációt is át fogok műzni önnek itt. A képviselőtestület jelenlegi tagja, aki részt vett ebben a munkájában. Mögyen lehet volt, úgy gondolom. Más nem nyilatkozom, tehát a felhatóimokat azt megtartom magam. Köszönöm szépen, szót akartam, és tisztelt másodpercet meg így mondani.
minden véletkezőnek át fogom nyújtani. Fogadják szeretettel, ennyit tudtunk tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Térjünk át az első napi rendi pontunkra, a közös polgármesteri hivatal létrehozása. Ugye ez nem szerepelt a napi rendünkön, hiszen nem tudtuk bizonyosan még, hogy alakulnak a dolgok. A Balla Sándor aljegyző úrral és Sarkan Kordiánnal a képviselőtestület itt a ülés előtt egyeztetést folytatott. És időközben én pedig Tatabányán tájékozottam a lehetőségeinkről. Bizonyára többen vannak úgy, akik érzelmi, racionális vagy bármilyen egyéb megfontolásból is maradtal kötendő közös polgármesteri hivatal létrehozását támogatják. Valószínűleg a jelenlegi képviselőtestületbe mi is többségben kerültünk volna, hogyha ilyen lehetőségünk lenne ennek a választás eldöntésének, és ezt meg is kíséreltük. A jelenlegi helyzetben ugyan nem jött létre a, hogy is mondjam, jogi értelemben a közös polgármesteri hivatal Esztergommal, de visszaforgatni az idő és a történések keretét már nem tudjuk. Ezért hogy is mondjam, bizonyos kényszerpályán van Dömösközség jelenlegi képviselőtestülete, és ez Esztergommal kötendő közös polgármesteri hivatal létrehozásának van meg jelenleg az esélye. Ha pedig ez így van, a képviselőtestületülés előtti tárgyalásokon, hogy ez eldőlt, akkor döntöttünk úgy, hogy akkor viszont már ma napirendre tűzzük, hiszen minden nap, amit idézőjelesen, de mégiscsak törvényes háttér nélkül tölt ez a település, az kárára van. Mi a jelenlegi képviselőtestület tagjai szeretnénk jegyzői irányítást a településen, szeretnénk jegyzői szakértelmet látni a településen. Bőven elég volt ez a január 1-től eltelt idő, amióta Szabó Attila edző volt, nincs a településen, és hát így működtünk. Ezért vettük most napirendre az eredetileg tervezett csütörtöki időpont helyett. Az előzetes egyeztetéseken kiderült, illetve alapvetésként csak annyit tudunk, és kérem majd a jegyző urat, hogy ha valamit nem jól mondok, akkor javítson ki. Az alapvetés a közös hivatal működésében az, hogy a jelenlegi munkatársak Dömösön maradnak, és lehetőség szerint a Dömösön intéződnek a dömösiek ügyei. Nyilvánvalóan, mint hogy jegyző nem lesz Dömösön, és vannak abszolút jegyzői hatáskört érintő ügyek, azok csak Esztergomban lesznek intézhetőek. A törekvés az ez a jelenlegi képviselőtestületnek is, tehát önben kérdés, hogy helyben maradjanak az ügyek. Itt azt hiszem mindkettőnk számára, Esztergom és Dömös számára is azért rengeteg bizonytalanságot tartalmaz még a jövő, és ahogy Agyadzó úr említette, csak egyet érzékeltetnék, hogy a Esztergom elnevezési közös hivatal, amelynek Dömös része, az gyakorlatilag egy új, teljesen új hivatal lesz Esztergomban, tehát ott is egy új jegyzőt kell, illetve a jelenlegi jegyzőnek értelemszerűen megszűnik a munkaviszonya. Bár zárójel itt is még a Gyes majd bejátszik, hogy a Gyesen van Esztergom jegyzője, de lényeg az, hogy egy új hivatal működését kell felállítani, kvázi új hivatalt, ahol egy új jegyző lehetséges, tehát egy új irányítás. Nyilván ez a döntés a Tétényi Éva polgármester asszony hatáskörébe tartozik a jelenlegi törvények szerint. Tehát ma önöknek azt nem tudjuk megmondani név szerint, hogy Dömösért milyen nevű jegyző, illetve milyen nevű faljegyző fog felelni, és ki fogja a törvényességet biztosítani. A
az biztos, hogy ha ma döntünk, és holnap a törzskönyvi bejegyzését elindítjuk a közös polgármesteri hivatalnak, akkor már a jelenlegi jegyzői hivatal munkatársai ezt a felügyeletet és ezt a jogi segítséget el fogják látni, hiszen ügyvezető vagy megbízott jegyzőként, akkor is megbízott jegyzőként vagy megbízott aljegyzőként hivatalban maradnak, amíg ez a kérdés el nem dől Esztergomban. Tehát ma ne kérdezze senki, hogy de ki lesz az az ember, akihez fordulhatunk holnap, hiszen ilyen nevű ember majd hát talán egy-két hónap múlva a polgármester asszony döntése után derülhet, hogy ki vagy ki lesz az az ember. A újragondolás lehetősége elméletileg 2014-es önkormányzati választások után lehetséges. Hát a törvény arra ad lehetőséget, hogy a következő önkormányzati választások után 60 napon belül, amennyiben módosítani szeretne az akkori képviselőtestület, akkor van rá lehetőség, tehát egy esetleges külismaróttal kötendő közös hivatalnak a lehetősége csak akkor van meg. De én azt gondolom, hogy ezzel most nem érdemes foglalkozni, hiszen addigra lehet, hogy a fél országot egy hivatalba fogják összecsoportosítani, és már marót se lesz önálló hivatal, meg egyébként is rengeteg ennél sokkal fontosabb dolgunk van. Úgyhogy kicsit fájó szívvel, és ezt kérem a jegyző úr és Adrián, hogy ne veletek szemben tanúsított bizalmatlanságnak éljétek meg, de hát értelemszerűen a természetes kötődés 3 kilométerrel alig sok rétűbb. Fájó szívvel mondjuk, de akkor vágjunk bele, és akkor minél hamarabb álljon fel ez a hivatal, és minél hamarabb tudjunk törvényes keretek között dolgozni. Értelemszerűen erről most nekünk, és akkor rögtön megkérdezem, a előterjesztésünk nincs, de ha jól értem a megállapodás szövegét kell, amit egyébként itt van az asztalon a képviselők előtt, megállapodás szövegét, illetve az alapító okiratról kell döntenünk. Boldogat a jelző úr, köszönöm a segítségét. Mind a kettőt a ülés előtt átbeszéltük, gyakorlatilag erről kell döntenünk. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy tegyék meg észrevételeiket ezzel kapcsolatban. Robi. Két észrevételem lenne, az egyik az, hogy tudom, hogy ezt ma megkaptuk e-mailbe ezt a két dokumentumot, én Budapesten voltam egész nap, és most a félötös megbeszéléskor láttam, tehát én még nem tudtam átolvasni. Ezért nem tudok felelősségteljesen dönteni, hogy ez most a legmegfelelőbb és legjobb Dömösre. Adriántól azt a jelzést kaptuk, hogy a tétény évvel nem szeretne már változtatni, tehát hogy vagy mi ezt elfogadjuk, és akkor így vagy nem, de én nem tudom azt mondani, hogy ez jó vagy nem, mert még nem tudtam átolvasni. A másik dolog az, amit én hiányolok, hogy Pilis Marotról nincs egy ilyen papírunk, tehát hogy nem látjuk, hogy Marot mit ajánlana idézőjelbe, ha bár eléggé szűkek a lehetőségek, hogy mit tud ajánlani, de itt nagyon szépen megvan, hogy mettől meddig van nyitva a hivatal, ki milyen költséget visel, mondom, átnézni még nem tudtam teljesen, hogy ez a legjobb, és Pilis Marotról én hiányolom, ezért ebben nem fogok tudni igennel vagy nemmel dönteni, mert nincs elég információm hozzá. Egy kis magyarázatra szorul Robinak a hozzászólása. Ma Perger István polgármester úrral Tatabányán jártunk a megyei védelmi bizottság ülésen, de volt alkalmunk a kormány megbízott asszonnyal ebben a kérdésben tárgyalni, és rákérdezni arra, hogy van-e még lehetőségünk, hiszen mi nagyon szeretnénk közös polgármesteri hivatalt létrehozni. A kormány megbízott asszony, illetve Pajerné Csaba Judit főosztályvezető asszony egyértelműen azt mondta, hogy nem. Annyit elméleti lehetőségként meg felajánlottak, hogy hol megadtak két nevet, hogy a belügyminisztériumba forduljunk hozzájuk, és próbáljunk meg belügyminisztériumi állásfoglalást kérni, hogy ez visszacsinálható, átalakítható, avagy nem. Én azt gondolom, hogy sem idő, sem
energia belügyminisztériumi állásfoglalásokra nincs. Ha a kormány hivatal és kormány megbízott, hogy is mondjam, nem lát rá lehetőséget, amit egyébként tegnap e-mailben le is írtak nekünk, csak mégis azt gondoltuk Perüger polgármester úrral, hogy egy személyes találkozó során mégis megpróbáljuk, hát ha van méltányos eljárás, de nincs. Tehát értelemszerűen a Pilis Marulti ajánlat így, hogy is mondjam, okafogyottá válik. Természetesen, hogyha a képviselőtestület úgy dönt, bekérdetjük Pilis Marulti ajánlatát és elhalasztatjuk a döntést jövő hétre, de hát nagyjából nincs miről döntenünk, hiszen Esztergomhoz vagyunk kényszerítve. Ez ügyben azt tudom mondani, hogy a Adrián is azt mondta, illetve a Pilsanti edzőasszony is azt mondta, hogy nincsen aláírva, tehát hogy még van lehetőség. Én is szeretném tovább, tehát én is azt mondom, hogy egy edző jön itt, és ő figyelje és nézze, hogy mit tegyen, csak itt ez nekem kicsit kettős, hogy a kormányhivatal azt mondja, hogy nincs lehetőség, két jegyző vagy jogi szakember meg azt mondja, hogy van lehetőség, akik minket fognak képviselni, tehát hogy ez megint nekem az, hogy fura a helyzet. Meg kell kérdeznem, hogy egy dolgra nyilatkozzon, hogy van lehetőség, vagy nincs lehetőség, hiszen én nem voltam itt ennél a mondatnál, amit a Robi idéz. Nem lehet diplomatikusan fogalmazni, tehát nekünk is hozzáállásunk, hogy elvileg van lehetőség, de a kormányhivatal nagyon megkötötte magát. Tehát ez az én bajom, hogy annyira, tehát ők annyira családoszkolnak veszik ezt az egészet, hogy mi már egyesültünk, hogy nem igazán benne most már szerencsésebb, elindítani egy újabb egyesülési tervet is valót, mert fogják és azt mondja, hogy nem, de van lehető, mert törvénytelen működik idézőjelben. Tehát ezt tennének rá, magadat is kész és vége, nincs hivatal. Tehát én ezt a hivatal szeretném megmenteni. Szeretném most már, tehát ne az idővel, mert egy idő után a kormányhivatal megtenni, hogy ne szállhatja. Mert törvény, tehát nincs, mert 2005 nem haladja a törvényesség, tehát ezért ez valakiben egyesülni kell. Ez már az érzmány, ez tehát ebben, tehát már nem lehet, én azt gondolom, tehát nem tanácsolom, hogy tovább jó, a jegyző jól tudom, hogy a kormányhivatal szinte lezártnak tekinti az ügyet, és Esztergom és Dömös községet közös hivatalként kezeli. És jól tudom-e azt, hogy csak Peres úton lehet bírósági menetet lépni? Igen. Most azért mondom, hogy egy kis lélegzetvédelmi kéne, mert a távvíz miatt. Tehát most ez nem került napi, de most megint jól, ez lenne a következő lépés. Na, amit szeretném mondani, hogy senki nem akart a falu háta mögött dönteni, és meg szerettük volna előtt kérdezni a falut, de nincs miről beszélni továbbiakban. Le van írva, hogy ez a hivatal él, egy aláírás kell. Én úgy gondolom, hogy másfél évig van erre az egészre. Azt tudni kell, hogy a következő választások után 60 napig lehetősége van a következő polgármesternek és a következő testületnek ezen változtatni. Ha most úgy gondoljuk, hogy másfél év alatt ez a közös hivatal Esztergomban nem úgy működik, ahogy a következő polgármesternek és a következő testületben 60 napjába, módjába áll változtatni ezen. Nincs arra idő, hogy, és nincsen lehetőségünk. Köszönöm. Akkor szolgálásra bocsátom a parancsot. Csokkal rögzött. Két fölé mondatot szeretnék mondani, hogy tájékoztassuk a lakosságot. A jogi helyzet az olyan, hogy van egy aláírt megállapodás, amit mindkét fél aláírt a közös hivatal létrehozásáról. És az alapító okiratot mind a két képviseletestet elfogadta, tehát ez őket is hatályos. A bejegyzés folyamatban van. Ugye a jegyző, tehát ez nemzetgazdasági minisztériumnak akkor a bejegyzés folyamatban van. Elindult, tehát a másik, hogy én tárgyalom a Pilis-Marlottal is, vagy mi Esztergom is még Pilis-Marlott, Pilis-Marlott elzárkózott a hivatal előtt, azt mondta, hogy Dömösön nem lesz kínáló hivatal, csak ügyfélfogadás, és a Dömösi alkalmazottakat köztisztviselőket nem hajtott átvenni, nem nyilatkozott a jegyzőt, átveszik.
Esztergom azt mondta, hogy összesen állandó kirendeltséget tart fönt a mostani létszámmal, tehát a bűnösi lakosszámban ugyanúgy működik, mint eddig. És még egy nagyon fontos, hogy a finanszírozás, az a székhely település kapja meg a hivatal finanszírozására, tehát vagy Pilismaró, vagy Esztergom, Dömös nem kap semmit. Pilismaró Dömös után fele összeget sem kapja meg, mint Esztergom, tehát hogy a Dömös Esztergomhoz csatlakozik, fele akkor összeget sem kap. És szintén a polgármester azt mondta, hogy amit Esztergom Dömös után kap plusz finanszírozást, a dömösi hivatal finanszírozására fordítja. Magyarul ilyen ígéretet nem tett. Tehát azt mondja, hogy a közképviselőket sem veszi át, nem nyilatkozott erről. Tehát ez a, volt a sokkal jobb megoldás. Tehát nem azért, mert nem szeretjük Marótot. Emlékeztetem még polgármestert és alpolgármester volt, hogy a környezőség ellen, Pilis Marótot, a közös környezőség ellen milyen tiltakozó hadjáratot folytattak egy évvel ezelőtt. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, a részletekre nem menjünk bele. A jelenlegi megállapodásból, amit mi készhez kaptunk az elmúlt hónapok után, abban nincs olyan pont, hogy a polgármester asszony a plusz finanszírozás Dömösnek juttatja. De nem hovajtok erre vitát nyitni, és ahogy ez is úgy integet a fejével, hogy nincs ilyen megállapodás. Szavazásra bocsátom a megállapodást. Aki elfogadja az írásban előttünk szereplő közös hivatal, közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására vonatkozó megállapodást Esztergom város önkormányzatával, az kész felemelésével jelezze. 1, 2, 3, 4, aki nem, 5, aki nem, aki tartózkodik. Jó, 5 igen, és egy tartózkodás. A megállapodás folyamánya az a közös önkormányzati hivatal alapító okiratának létrehozása. Szintén előttünk van az írásos előterjesztés. Aki elfogadja az alapító okiratot ebben a formában, ahogy előttünk szerepel, az kész felemeléssel jelezze. 1, 2, 5, és egy tartózkodik, egy tartózkodás. Jó. Én azt hiszem, megköszönöm a Jerzy úrnak és az Andriánnak a jelenlétet, és akkor holnap megbeszéljük a részleteket, hogy... Jó, és akkor folytatjuk, hogy minél hamarabb. Sorrendben a harmadik napirendi pontunk a Faluház belső felújítási pályázatának megtárgyalása. Ez egy nagyon régi pályázat, 2009-ben még az akkori képviselőtestület nyújtotta be a vidékfejlesztési pályázat, úgynevezett LEADER vidékfejlesztési pályázatot. És hát gyakorlatilag azóta nem valósult meg. Ez a, ugye a külső felújítást is LEADER pályázatból készítette az önkormányzat, ez volt a következő lépés, és ennek a pályázatnak a megvalósításának a furcsasága az, hogy azt nagyjából lehetett tudni, hogy 2013. augusztusáig van még elméleti lehetőség és gyakorlati lehetőség megvalósítani ezt a pályázatot. És ezt azt gondolom, hogy többségünk szeretné is. Most egy olyan akadályba, nyilvánvalóan most, nem, először olyan akadályba ütközött a képviselőtestület, amit kénytelen vagyok egy kicsit visszamutatni, hiszen április 29-én az előző képviselőtestület hozott egy határozatot, a 68/2013-as határozat április 29-e, amit kénytelen vagyok felolvasni, mert annyira megdöbbentő. A első öt mondatot azt azért nem olvasom föl, mert ott felsorolják a LEADER pályázat, vidékfejlesztési stratégia, térségi célterületre benyújtott pályázathoz, etc. etc. Következő. Elnyert támogatási összeg a teljes belső felújításra nem elegendő. Tekintettel arra, hogy a megvalósításból hátralévő időszakban az önkormányzat nem tudja megvalósítani, mivel a saját forrást önrészt nem tudja biztosítani,
biztosítani. A fentiekre tekintettel a támogatási határozatban jóvá hagyott támogatásról visszavonhatatlanul lemond az önkormányzat. A nyilatkozat aláírására megbízza Csonka József képviselőt, de ezt a képviselőtestület megszavazta. Ugye ennek az előzménye az, hogy április 23-án kapott az önkormányzat egy levelet a vidékfejlesztési hivataltól, hogy nyilatkozzunk arról, hogy megkívánjuk-e valósítani ezt a beruházást, és azt a 11.700.000 forintot lehívjuk-e, ahogy nem. Én azt gondolom, a hivatal ezt joggal tette meg, hiszen két évig nem történt semmi, és hogyha egy önkormányzat nem akarja, akkor kiosztják másnak. 15 napos határidőt adott a válaszadásra. Hangsúlyozom, ez április 23-a volt, és 5-6 napokkal megszületett a válasz, hogy Dönös önkormányzata lemond, visszavonhatatlanul lemond erről a támogatásról. Ez engem mélységesen megdöbbentett. Tehát ennél még az is korrektebb lett volna, hogyha nem válaszolnak a vidékfejlesztési hivatalnak, hiszen így nem tudjuk, hogy az elmúlt másfél hónapban a vidékfejlesztési hivatal kiosztotta-e másnak ezt a szűk 12 millió forintot, vagy sem. Minden esetben, hogy is mondjam, handicappel indulunk, megpróbáljuk természetesen visszaszerezni a pénzt, de, és megvalósítani a beruházást, de sokkal egyszerűbb lenne, hogyha az a pénz meglenne, és már csak ebben a szűk két hónapban a megvalósítás és az építkezés lenne hátra, ami az sem egyszerű, tehát egy teljes belső felújítást megcsinálni másfél hónap alatt. Én ezt a döntést nem is kívánom kommentálni a továbbiakban, hiszen ez már, hogy is mondjam, a faluárulás kategóriája, de ezzel tudunk mit kezdeni. Az, hogy ez napirendben van ez a terület, vagy ez a téma, az azért van, hogy ezt a nyilatkozatot, amelyet elődeink nemleges válasszal nyújtottak be, ezt mi pozitív válasszal tudjuk benyújtani, tehát kinyilatkoztassuk azt, hogy igenis meg tudjuk valósítani, és be tudjuk fejezni a beruházást a kitűzött határidőig. Természetesen a 12 millió forint visszaszerzésének a munkái ettől függetlenül már folynak, tehát nyilván a lehetséges összes kapcsolatot meg fogjuk mozgatni, és meg fogom mozgatni, hogy ne vesszen el 12 millió forint a falu kasztájából. Úgyhogy ezért tűztük napirendre, hogy mögötte legyen egy képviselőtestületi döntés is, hogy nem csak én gondolom így, hanem a képviselőtestület is úgy gondolja, hogy 12 millió forintot meg kell menteni. Kérdezem, a képviselőtestület tagjait kívánnak-e hozzátenni valamit, vagy mondják-e észrevételeiket? Friedman Robert. Amikor az előző képviselőtestület azt mondta, hogy a Dömös kasszában nincs, mert ugye úgy van egy Európai Uniós pályázat, hogy valamennyit ad az Európai Unió és az állam, valamennyit meg hozzá kell tenni a önkormányzatnak. Az előző képviselőtestület azt mondta, hogy nincs csem a kasszában pénz, amit hozzá lehetne tenni. Most csak pénzügyi oldalról mondom az egész folyamatot. Ebben nekik teljesen igazuk volt, mert az idei elfogadott költségvetés mínusz 27 millió forintról szólt. Tehát mínusz 27 millió forintból nem tudunk adni önerőre meg önrészre. A másik dolog, én nagyon-nagyon szeretném, hogy gyönyörű, belülről szépen felújított faluházunk legyen, mindent támogatok ebben. Csak mínusz 27 millió forintból én nem tudom azt mondani, hogy még önrészt, 3 millió forintot, vagy bármennyit ebbe beletegyünk. A következő napirendi pont az lesz, hogy van egy kistérségi társulás, ott van kb. 3 millió forint pont erre a dologra, ami ezt fedezné. Tehát nem az önkormányzatnak van, a kistérségnek van félretéve az a 3 millió forint, amivel meg tudjuk valósítani ezt a dolgot. Én azt látom megint visszaugorva a pénzügyi helyzetre, hogy jelenleg Dömös nem jó helyzetben van, mínusz 27 millió forintnál. Ilyenkor, amit ugye én már többször mondtam, két dolgot tudunk csinálni, költséget csökkentünk, bevételt növelünk. Sajnos ez a beruházás, hogy belülről szép legyen az iskolánk, az egyiket sem szolgálja. Tehát emiatt én azt látom, hogy nem most itt van a helye ennek a dolognak. Elmúlt egy évben foglalkoztam nagyon sokat, illetve hát munkámból adódóan Európai Uniós pályázatokkal
foglalkoztam, és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségeinek a vezetője mondta egy konferencián nekünk el, hogy minden önkormányzatnak kellene lenni egy prioritás listának, hogy miket szeretne az elkövetkezendő egy hónapban, egy évben, fél évben valamiben megvalósítani. És tényleg ami a legeslegfontosabb az, hogy az legyen legelőbb, a legutóbb, a másik meg legvégül. Szerintem otthon mindenkinek van ilyen listája a fejében, hogy igen, most akkor az autót mikor fogjuk lecserélni, az első helyen van, vagy a tizedik helyen, vagy a gyereknek veszünk-e cipőt, vagy nem, vagy a tejre éppen mit fog tudni csinálni. Én úgy látom, hogy egyenlőre Dömösnek ilyen nincsen. Tehát nincsen prioritás listánk, hogy mi az a nagyon fontos, amire fókuszáljunk pénzügyileg, időbe, energiával, és azt valósítsuk meg. Visszatérve az NFÜ elnöke azt mondta, hogy a prioritás listából, hogyha valamelyik önkormányzat nem az elsőket veszi, hogy igen, ez a legfontosabb, és erre koncentráljunk, az hibát követel. Én azt gondolom, hogy a faluháza belső felújítása nem az első dolgok között van. Lehet, hogy fájó szívvel mondjuk azt, hogy ez a 12 millió forint nem jön Dömösre, csak egyenlőre 0 forint bevételt tudna ez generálni. Tudom, hogy a nyugdíjasok szeretnének egy olyan klubszobát, vagy valamit, amit oda bent vannak, és szeretnék és csinosítani meg ilyeneket. Szerintem összefogása megint nagyon-nagyon fontos. Azért vannak itt építőiparban dolgozó emberek, akik eddig is segítették a falut, és ezek után is tudják. Lehet, hogy ők, sőt biztos, hogy ha megkérik őket, tudnak egy olyan valamit kialakítani, ahol be tudják tenni. A másik dolog, ami szerintem nagyon fontos, hogy a fűtés nem lesz ettől megoldva. Tehát az, hogy most ott van egy nagyon szép kívülről, nagyon szép belülről, télen ugyanúgy fázni fog az, aki oda megy. Én inkább arra, hogy tegyük komfortossá a fűtést, illetve keressünk valami olyan lehetőséget, amivel ez a kis térségi 3 millió forintból jön vissza valami a falunak. Például ilyen, megint csak energetikai dolgokkal foglalkozom már régóta, tehát az, akinek van megspórolt pénze, azt mondják, hogy ne a bankba tegye meg a 4-5-6%-os a kamat, hanem szigetelje le a házát, vegyen napkollektort, cserélje ki a nyilvánzárokat, és rögtön már 10 év alatt megtérült, tehát kb. Ez egy 10%-os beruházás. Ugye mi jelenleg két épületet fűtünk télen állandóan, az egyik az óvoda, a másik az önkormányzat. Én ebben látok lehetőséget, hogy ide tudnám ezt a pénzt, vagy pályázatban, vagy bármivel tovább folytatni, hogy jöjjön vissza. Tehát amikor mínusz 27-ből, én nem biztos, hogy a prioritás lista nem első részében lévő beruházást valósítanám meg. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy nincs közös prioritás listája meg a képviselőtestületnek, nem tudjuk, mi van első helyen. Te véleményed szerint mondjuk a fűtés, korszerűsítés, ezt én készséggel elfogadom, de azt azért hozzáteszem, hogy meglehetősen sok éven keresztül kell megtakarítani a fűtésen, hogy 12 millió forint összejöjjön, ez a megnyert pályázat pedig 12 millió forint. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a belső komfortosság az a vizes blokkban is megjelenjen, akik oda járnak, tudják, hogy milyen állapotban van a vizes blokkunk, és ha az csak mondjuk fél időszakban kultúrát, akkor a oda járó időseken és a oda járó sportolókon akkor fél időszakban segítettünk, hogy nem egy lepukkant és biztosan helyen kell mosdóba járniuk. De nekem a kiindulási alapon is problémám van, mert ilyen alapon külső felújítást sem kellett volna végezni a faluház felújítán, vagy a faluházon. Nota bene szerintem az is egy prioritás, hogy az önkormányzat épülete nem lehet tré, és emlékszem, milyen volt a régi épület. Valahol el kell kezdeni, ez a második lépcső, a harmadik lépcső pedig a fűtés. Én azért abban nem lennék biztos, hogy azt nem tudjuk megvalósítani. Tehát én mindenképp amellett vagyok, ezt a beruházást valósítsuk meg, próbáljuk visszaszerezni a pénzt. Kérdezem képviselőtársaimat, mi a véleményünk erről? Működő és létező egyesületek és társadalmi szervezetek nevében, és ők azt gondolom, hogy megérdemelnék, hogy egy kulturális körülmények között tarthassák meg a foglalkozásaikat, az összejöveteleiket. Tudom, hogy nagyon rossz állapotban, főleg a vizes blokk az iskolában ráfér, a pont iskolában ráfér a felújítás a faluházban. Meglátjuk, hogy ez a 12 milliós összeg visszajönne most ide az önkormányzathoz, hanem akkor a kis térségi pénze, akkor lehet esetleg más
témakörrel gondolkodni, tehát másokat kell használni. Én úgy gondolom, hogy az itt jó, mint az egyesületek megérdemlik, hogy a kultúrák körülmények között jöhessenek össze is. Köszönöm szépen, egyetértek. A másik vélemény valaki? Még három dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy ugye itt elhangzott, hogy augusztus 5-ig ezt be kell fejezni, ez 50 nap. Tehát, hogy 50 nap alatt ott mit fogunk tenni, ez nekem érdekes. A másik az, hogy itt megint csak nekem információ hiányom van, mert az, hogy most mit fogunk ebből a 12 millió forintból megvalósítani, nem tudom. Nem tudom, hogy többi képviselőtársunk tudja pontosan, tételesen, hogy mire, mennyit, hogy merre. Én ezzel megint nem tudok így szavazni, hogy igen, akkor valami megvalósul. A harmadik, megint ez az Európai Uniós beruházásoknál, az van, illetve hát felújításoknál mindenki, aki otthon befelújított, azt mondta, hogy igen, van másfél millió forintunk, szeretnék valamit csinálni. Elkezdik bontani, és kiderül, hogy hoppá, hát ez nem annyi, hanem kicsit több és kicsit más. Ezt is az önkormányzatnak kell a saját pénzeiből finanszírozni, ezt a pluszköltséget. Tehát ez nem ennyi, hanem több lesz. Erre milyen dolgok meglepődnem tudod, hogy milyen felújítás, hiszen tegnap beszéltünk róla itt a képviselőtestületben. Hát azt nem tudom valóban megmondani neked, hogy hány négyzetméter csempe lesz felújítva a vizesblokkba, de hát teljesen új vizesblokk, új szaniterekkel, új nyilászárók, meleg és hidegburkolás, új villanyvezetékezés. Most ha méterre kell a villanyvezeték hossza, azt nyilván nem tudom neked megmondani. De jó, hát akkor nem tudjuk. Ez nem Európai Uniós pályázat, vidékfejlesztési pályázat az hazai forrású, a pontosság kedvéért. Az, hogy mindig előkerülnek, valóban mindig előkerülnek plusz dolgok, és hogyha jól emlékszem a külső felújításnál, mielőtt leraktuk a belső útba a térkövezését, akkor derült ki, hogy az épület két szárnya, a helyieknek mondom a tanári és a mostani vizesblokk, az külön emésztően van, a csatorna beállás az ott van a kis utca felé, és bizony nem volt benne a pályázatban a csatorna kiépítése, ki kellett ásni, közben ott találtunk egy kutat, akkor a Béláikat meg kellett kérni, hogy segítsenek betömedékelni. Igen, plusz feladatokkal jár. Nota bene még azt a csatornacsövet is meg kellett venni, talán bele is került 25 ezer forintba, de rendben van, és ezeket a plusz meglepő feladatokat is meg lehet oldani. Tehát én azt nem mondom, hogy egy forinttal se fog többbe kerülni, de ha a 10 év múlva újítjuk fel, ugyanez lesz, akkor is többbe fog kerülni, mint ahogy tervezzük. Tehát elméletileg igaz az a képviselőket először. Nincs? Márton András. Én csak néhány határidőt szeretnék megkérdezni, mert most nem vagyok képen. Én úgy tudtam, hogy ennek a pályázati pénznek, illetve a faluház belső felújítására beadott, illetve korábban megnyert pályázati lehetőségnek a határideje eredetileg mi is volt? Május volt vagy június? Ezért? Aha. Nem, hát ezzel két éven belül kell befejezni. Ehhez, hogy most még hozzá kell szedni az ön részt, amihez kell az, hogy a kis térség odaadja adott esetben, akkor fölmegy mondjuk 12 plusz 3, akkor fölmegy 15 millió forintra, akkor még vissza kell kapni a 12 millió forintot, ha odaadják, vagy nem adják, és mindezt be kell fejezni 50 napon belül, tehát a pénz visszaszerelést és a munkát is. Azért kérdezem, hogy a Buter lakáköltet csináltam, tehát nem ment ilyen sebessége. Nincs a tendőbe felérte. Mi annak a következménye? Tehát milyen következménye van várnak, hogyha nincsen határidőre befejezve? Mire jár az? Időarányosan használtad fel a támogatást, és visszafizeted a fel nem használt támogatás részét, de nyilvánvalóan az időkorlátot én is értem, tehát nem csak azon dolgozom, hogy visszaszerezzük a 12 milliót, hanem határidő hosszabbítást is kapjunk. Mindenképpen méltányosság alapján fogják ezt nekünk megítélni, tehát hogyha az egyiket megkapjuk, akkor a másikat is vélhetőleg meg fogjuk kapni. De ez én azt gondolom kiderül, tehát most hozunk egy elvi döntést. Ha nem sikerül visszaszerezni, ahogy a Béla mondta, a 12 milliót, akkor nincs miről beszélni. Tehát itt most én csak arra kérek támogatást, hogy elkezdhessek ezen dolgozni, hivatalosan.
akkor még mindig a kis települési alapként 3 millió forintját megkapjuk, a társulási tanács egyébként most csütörtökön lesz döntése, ezt odaadja nekünk, erre a célra. Ha nem tudjuk megvalósítani, kapjuk vissza a 12 milliót, akkor beadunk egy módosító kérelmet, hogy mégis kis tartót akarunk venni, és akkor arra a célra fogják odaadni, az dömös pénze, azt nem fogják a társulási tanács elvenni. És akkor lehet még energiatakarékos potyivákra is költeni az óvodába. Tehát én most, hogy is mondjam, én szerintem ezzel a döntéssel csak annyit érünk el, hogy elkezdhessünk dolgozni a visszaszerzésén a pénznek. Tehát az opció nyílik ki. Hát az opció nyílik ki. Most egy ilyen döntés után erős 50% az esély, de mert azt gondolom 12 millió forint meg kell próbálni. Az önkormányzat, ha megnyilatkoztatta az önkormányzatot, akkor mi volt az is meghatározó? Tehát mihez képest lehet dönteni? Augusztus 5. Akkor is augusztus volt? Nem. Akkor is augusztus. Akkor passz. Jó, én köszönöm szépen. Laci? Csak egy rövid dolog. Segítem szívesen adok önnek a munkáját, mert nálam van egészen megöletlen a tételes kiírás ennek a faluház felújítási projektnek. Gondolom, hogy jövettem. Kettő. Azon kéne elgondolkodni szerintem a jelenlegi képviselőtestületnek is, ami mi elgondolkodtunk, hogy úgy felújítsunk egy belső felújítást, hogy ebben nincs benne a fűtés. Magyarul nincsenek benne a fűtéstörök, nincs benne kiépítve a diátoroknak se a helye. És ezt még fokozhatnám abban a dolgokkal, hogy olyan vállalkozótól belettek ki az állától, akik Dömösön már dolgoztak az orvosi rendelő felújításánál. A vizesblokknak a felújítása csak anyaggal és munkadíja 2 millió 600 ezer forint volt, ez majdnem egy évvel pont előtt lett kérve, de a villanyszerelési munkátok és ezeknek a belső felújításoknak egy része 6,5 millió forint volt, de ott tartunk, hogy 9 millió forint, nincs benne a burkolás, nincs benne a fűtés, ugye nincs így benne. Tehát teszem azt, én például a felújítás lakásomat először a fűtést újítanám fel, és utána kezdeném el kifesteni, villanyt szerelni, stb. Nincs benne, én, csak még röviden, tényleg röviden, nem lehúzni akkor most az egész dolgot. Én elgondolkodnám azon, mondjuk, hogy amiről most dönteni szeretnétek, mondjuk 3 millió forint a következő napjelmi pontba, az a tavalyi évi kis térségi pénz, tehát idén még lesz rá keret. Nem lesz rá keret. Akkor megszűnt a keret. Én ezt megfontolom meg nagyon. Megmondom az állát, aki leadtam annak idején Szabó Attila úrnak, én voltam ennek a felelőse, azért adtuk vissza, mert ennyi pénzből nem lehetett felújítani elsőleg ezt a felújítást kivitelezni, normálisan, rendesen. Jó, mi a normális, mi a nem? Én azt gondolom, azt majd meglátjuk az eredményekben. Én azt gondolom, hogy szavazunk, tehát nincs értelme tovább húzni. Elvitt lehetőséget kérünk arra, hogy dolgozhassunk. No. Aki egyetért azzal az előterjesztésben, tessék? Még szeretném. Végre, lezártam a társadalmi vitát. Az oldalásban egy adott pályázat. Úgyhogy. Aki egyetért az előterjesztés második variációjával, tehát hogy próbáljuk meg visszaszerezni ezt a 12 millió forintot, az kézfelemeléssel jelezze. 1, 2, 3, 4, aki nem, aki tartózkodik, oké. 1. Harmadik napirendi pontunk ehhez kapcsolódó Esztergom Nyergesújtalú kistérség kistelepülési alapján számunkra biztosított pénznek a lehívása. Ahogy az előbb említettük, ennek a beruházás önrészére kérjük le, vagy kérnénk le, amennyiben a testület úgy dönt, pont annak érdekében, hogy Dömös költségvetését ne érintse. Tehát lehetőség szerint nagyon keveset kelljen hozzátenni. Elméletileg ugye ez a pályázat nettó finanszírozás, tehát az áfát mindig az önkormányzatnak kell hozzátenni, tehát az eredeti pályázat is áfa nélküli összegről szólt, tehát mindenképp nem 12 millióról szól, hanem plusz áfáról szól a történet, tehát önrész kell hozzá. Van-e észrevétel? Van is, akkor szavazásra bocsátom, aki egyetért azzal az írásos előterjesztéssel, az, amit az előtt szóba elmondtam, az kézfelemeléssel jelezze. 1, 2, 3, 4, aki nem, aki tartózkodik, Következő napirendi pontunk a
Kékoza Parking Kft. Bérleti szerződés megtárgyalása. Azt mondja, hogy az nem az. Az önkormányzat tulajdona bizonyos területenik a bérbeadása az 2012-ben történt, hát tavalyi esztendőben. Ugye az eredeti szerződés szerint a tavalyi esztendőben fél évre 600 ezer forint bérleti díjat fizet a Kft. Az önkormányzatnak a parkoló használataért, azzal a kitékítéssel, hogy szeptemberre már állnak a WC-k itt a parkoló mellett, illetőleg 2013-ra pedig 2,5 millió forint bérleti díjat fizet. Itt többi ingatlanról van szó, az önkormányzat ingatlana zárója épülettel együtt, a székeforrás mögötti ingatlan, székeforrás előtti ingatlan, kemping melletti patakmeder, utastól mindenestől, illetve hát a 061 ránszakadék előtti 1000 négyzetméteres terület. A bérleti szerződésben az szerepel, hogy ha 60 napon, felszólítás után 60 napon belül nem egyenlíti ki a bérlő az önkormányzat irányába a bérleti díjat, akkor felmondható a szerződés. A pénzügyi munkatársamat megkérdeztem, hogy milyen befizetés történt ebben az esztendőben. Ugye a szerződés meg azt is tartalmazza, hogy havi bontásban havi 208 ezer forintot kell fizetni az önkormányzat számlájára. Kapornai Szilvia munkatársam arról tájékoztatott, hogy erre az évre vonatkozó bérleti díj befizetése még egyetlen egy forint sem történt. Két felszólító levelet kiküldött, mind a két felszólító levél után eltelt a 60 nap, tehát jogilag a képviselőtestületnek megvan a lehetősége, hogy elálljon a szerződéstől. Tekintettel arra, hogy itt vannak a volt képviselőtestület tagjai, megkérdezném őket, hogyha ilyen nagy a pénzügyi gondunk, akkor miért nem törekedtek arra, hogy a bérlő befizesse havonta azt a 208 ezer forintot. Bartók László. Az ilyen feltétlenek ugye ki minden egyszer felszólítva a befizetés. Hát sajnálom. Nyilvánvalóan majd a további lépéseket az önkormányzat jogásza eldönti, hiszen itt azért mégis a kár érte az a községet, mert hogyha a régi rendszer működik, akkor körülbelül 700 ezer forint bevételé tartanánk, itt pedig van egy nem teljesített szerződés, ez majd egy következő kérdés. Tehát én azt javaslom, hogy ezt a szerződést mondjuk fel az előterjesztés szerint. Kérdezem a képviselőt, kérem a képviselőtársaimnak, mondják el a véleményüket. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom. Aki egyetért azzal, hogy az előbb elmondottak miatt a azonnali hatállyal felmondjuk a Kékoza Parking Kft. Bérleti szerződését, az kézfelemelésre jelezze. Hat igen. Köszönöm szépen. Dönösi Lassan a önkormányzati újság megszüntetése. Itt átadom a szót Balkó Jánosfér úrnak. Kívánok szólni. Nagyon sok minden nem. Teljesen fölösleges pénzkérdésnek tartom a Dönösi Lassanának a megjelentetését. Az önösi élet a korábbi ciklusban is ellátta ezt a feladatot, az összes önkormányzati tájékoztatás közreadta, ezután is megteszi ezt, teljesen fölösleges lépésen fenntartott. Amelyik pénzbe kerül az önösi élet a költségvetésében pedig nem kerül egy fillérbe sem. Nyilvánvaló színvonalról meg különbségre meg. Abban most nem menjünk bele. Én is szimbolikus döntésnek érzem, hiszen a hasonló megjelenésével kezdődött a megosztás, vagy a falu, hogy is mondjam, szétszakadása. Tehát én azt gondolom, hogy ez a képviselőtestület nyugalmat szeretne Dönösön, és ennek érdekében az önkormányzati tájékoztatás egyéb fórumairól beszéltünk a képviselőkkel vasárnap, mivel meg fogjuk teremteni
a honlapot, az internetes vagy a Facebook oldalt, tehát hogy a gyors és pontos tájékoztatás lehetősége meglegyen, és ne csak egy lábon álljon, tehát ne csak az ömösi élet legyen meg, de ezt a formáját azt gondolom most megszüntetjük. Van-e még észrevétel? Ha nincs, akkor szavazásra bocsánat. Jarogi. Két dolog, az egyik az, hogy én azt a kérdést tettem fel, hogy most megszüntetjük, és utána mégis szeretne dömösi önkormányzat egy lapot, hogy annak költsége vagy bármilyen van, de itt azt az információt kaptuk, hogy nincsen, tehát hogy csak egy ilyen regisztrációs szám is ilyenek. Picit több munka. Tehát hogy emiatt, mert azt mondtam, hogy ha most később esetleg azt szeretnénk, hogy tényleg egy, tehát nem a dömösi el, tehát nem egy egyesület által kiadott lapban szeretnénk bármit megjeleníteni, hanem az önkormányzat saját lapjában. Én is fölöslegesnek tartom a két lapot, tehát hogy egy lap az untig elé, csak hogy ugye egy önkormányzati lap legyen vagy nem, de azt a választ kaptam, ennek semmi költsége. Picit több utána járásnak újra be kell regisztráltatni körülbelül, ezért mondtam én, hogy akkor szerintem igen, ez egy olyan lap, amit most egyelőre nem indokolt kettő lapot kiadni. Köszönöm szépen. Tudod, képviselőt Mászlán, Kálmán. Hát lehetem ennek a lapok, a kérdő is, a kabinak is, meg külön volt a lapok. Hogy előttelek előben, hát sok mindenkinek nincs tévében, mert én is előben kell menni, nem játszik ezt a tévében. Ha legyen megosztva a lézésnak, akkor mi nem mit akar írni, ha gyerekre van a tudósága. Ne csak egy oldalon, hanem mind a kettő. Legyen egy olyan szak. Ne legyen zárulálva. Hogy most egy párt, vagy egy párt, minden is mondják. Bizonyára emlékszel arra, amikor Kálmai József minden lapszámban megjelentette az akkori önkormányzatú bolcsározó cikkeit. Hát szerviláló az ügyen. Valami azt hiszem, nem lehet beszélni. Nem csak Pálmai Jóska írhatott az újságban, hanem nagyon sok, még többen mások is. Írta az önkormányzat egyetértő cikkeket. Amiket én megjelentettem. Persze nem tagadom, hogy vannak bizonyos fenntartásaink bizonyos személyekkel szemben, de tekintettel arra, hogy nem én leszek a felelős szerkesztője az újságnak a jövőben, akkor majd a felelős szerkesztő ezt eldönti. Köszönöm szépen, szavazásra bocsátom, aki egyetért azzal, hogy a Dömösi Alsóna önkormányzati lapot azonnali hatállyal megszüntessük, kész felemelése jelezze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, igen. Következő napi rendi pontunk Csonka József önkormányzati képviselőnek, az önkormányzat képviselete való megbízásának visszavonása. Itt ezt azért teszi szükségesé ilyen általános formában, mert különböző eljárások folynak, többek között nekem is ezen a héten két bírósági tárgyaláson van az önkormányzattal szemben. Most ugye itt az a furcsa helyzet van, hogy most a jelenlegi képviselő testület által megtestesített önkormányzattal állok perben, notabene semmi bajom a jelenlegi képviselő testület tagjaival, és bízom benne, hogy nekik sem velem. A perek, ezen a héten, ha azt nézzük, akkor az egyik, a kettőből egyet én indítottam, a másikat pedig a képviselőtestület indította, és ez utóbbinál érdekes, hogy a polgármesteri tisztségem megszüntetését indította még annak idején a képviselőtestület. Nyilvánvaló ez a per már okafogyottá vált, de a bíróság attól még kitűzte a tárgyalást, ahol a képviselő Csonka József volt korábban. Nem, és ezen kívül még ugye az utolsó két hónapról a jegyzőkönyvek nem állnak rendelkezésünkre, de még az utolsó, az azt megelőző négy hónapról sem tudták a kollégáim kigyűjteni, hogy milyen döntések születtek. Nyilvánosságra meg ugye tudjuk, hogy januártól nem került egy jegyzőkönyv sem. Tehát most elég sötétben tapogatózunk, fogalmunk sincs, hogy a testület milyen ügyek képviseletére bízta meg Csonka Józsefet, és az mégis egy abszurd helyzet lenne, hogy egy olyan képviselő, vagy olyan ember képviselje az önképviselő testületet, vagy az önkormányzatot, aki már nem is képviselő. Tehát ennek a elvi szintű megszüntetésére hozunk egy általános határozatot, aztán majd, hogy ennek jogi relevanciája lesz-e, azt nem tudom, de szimbolikus mindenképpen.
kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy óhajtanak ebben megnyilvánulni, ha nem, köszönöm szépen, ez esetben neked most nem adok szót. Aki egyetért a javaslattal, az kész felemeléssel jelezze. 1, 2, 3, 4, 6, igen. Az előbb említettem, következő napirendi pontunk a munkaügyi terv. Nekem, mint polgármester, két munkaügyi tervet indítottam még évekkel ezelőtt a két az önkormányzat ellen. Az egyik a 2011-es illetményen 2011-es törvénytelen csökkentése, a másik pedig egy 20%-os fegyelmi büntetés. Ez utóbbinak a tárgyalása lesz most ezen a héten. Csak hogy érzékeljék a hallgatók, ez az a 20%-os illetményi csökkentést 6 hónap időtartamra azért kaptam a előző képviselőtestülettől, mert nem írtam alá azt a bizonyos nyilatkozatot a patakmeder helyreállítása után, egy határidő hosszabbítást kért a képviselőtestület, és a nyilatkozatban fagyos időjárásra kellett volna hivatkozni a polgármesternek, hogy azért nem tudtuk befejezni a beruházást. Én ezt ugye megtagadtam, jeleztem a képviselőtestületnek. Erre felszólalt a Nagy Érdemű Fegyelmi Bizottság, és meghozta a döntést, hogy ezt bizony én jogtalanul tettem meg, és ezért pénzben egy 20%-os illetménycsökkentésben részesített. Természetesen én azt nem tudom elfogadni, hogy azért büntessenek meg, mert nem tettem valótlan tartalmú nyilatkozatot, és ezért fordultam az ügyvédemmel a bírósághoz. Ennek a tárgyalása lesz most csütörtökön, és én azt jeleztem a képviselőknek, a helyzet ugyanaz, hogy most ugye velük pereskedem, akarják-e képviselni a perben az önkormányzatot, a másik oldalt, vagy mi legyen, hát hányjuk meg, vessük meg a kérdést. Nyilván nekem ez egy furcsa érzés, és ennyi. Kérem képviselőtársaikat, mondják le a véleményüket. Ja, Robi. A legelőnye Urai Béla ajánlotta, hogy ezt vegyük le a napi rendi pontról, mert hogy egy jogi szakember is nézze meg egyáltalán az ügyet, mert ugye mi egyikünk sem vagyunk jogi szakemberek, akkor elgondolkodtam, hogy most tényleg vegyük le, és akkor már tárgyaljuk később, hogyha egy jogi szakember megnézze, de én meg fontosnak tartottam, ami a nem Bélával ellenkezve, hogy legalább a lakosság tudja, hogy miről van szó ebben a napi rendi pontban, mert utána én is maximálisan azt támogatom, hogy már pedig mi nem értünk hozzá, és egy jogi vélemény, szakember valaki nézze meg. Én nagyon hívő vagyok annak, hogy azért most esetleg ne fizessünk, tehát nem az, hogy ingyen, de hogy mégis első körben van esélyünk, nincs esélyünk, és utána, hogyha azt mondjuk, hogy igen, vagy valakinek milyen esélye vannak, ezt sorolják fel, és akkor utána tényleg tegyük meg a többi lépést. Én is nagyon fontosnak tartom, csak azért szavaztam ott nemmel, hogy a lakosság tudja, hogy értem, miről van szó ez ügyben. Ennyit akartam mondani. Szilágyi Gábor. Úgyhogy elég szeretném ezt hozzátenni, hogy oké, jogi szakértőt meg lehet kérdezni, de számomra teljességgel elfogadhatatlan az, hogy valakit azért büntessek meg, mert nem hajlandó hazudni. Tehát ez egyszerűen nonsense. Én úgy gondolom, tehát egy ilyen ügyben indított határozatot, egy ezzel kapcsolatban hozott határozatot, büntető határozatot, egy fegyelmi határozatot, én igenis visszavonandónak ítélek meg, mert abszolút mértékben és teljesen igazságtalannak tartom. Tehát, hogy azt mondani, mert most szeptember folyamán felvétett a fagyos időjárás, hát amikor hétvágon kicsit a nap és leolvatódunk a gatya, mert szóval elnézést kérem, vérlázító. Sőleg olyan. Amiért kértem, hogy vegyük a napi rendről és járjuk körbe a dolgot, tudni kell, hogy ezeknek a veres ügyeknek, amiben van egy jó pár, és valóban is belül áll, mert jobbfolyton csak a peres. Tehát a mostani képviselőtestület is belül áll a polgármester. Ha viccelődni szeretnék, akkor azt mondanám, hogy egy megoldás van, ami jó, ha a polgármester veszi, mert akkor az önkormányzat nem fizet semmit. Minden más megoldásnál az önkormányzat fizet. Azt tudni kell, hogyha visszalépünk a pertől, az összes pertköltséget, egyebeket az önkormányzatnak kell kivizetni.
ha megnyeri a felállatot. Ez pedig megnyeri, mert... Ez már mennyire kerül meg? A százszor ugyan most most. Ugyan a felgyulási először a felszerteteik. Jó, hogy is mondjam, itt két dolog miatt tartottam fontosnak, hogy ezt a rendelkezésünkben csütörtökön lesz a tárgyalás, tehát gondolják a testület. Másfelől, hogy is mondjam, kényelmes helyzetben vagyok. Nekem mindegy, ezt a te így is úgy is meg fogom nyerni. Ezt tudom, nem jogi vélemény. Itt csak a perköltségek fognak szakolódni. A perköltségek fognak szakolódni, ami mondjuk nem mindegy nekem, mint polgármesternek. De hát, te elfogadom, Béla. Valóban szeretném hozzátenni, hogy ha görjedjük magunk előtt, valóban a rosszabbik eset az az, hogy csak még több lehet. Tehát, hogy vagy ezt döntjük el, hogy most megállunk és ennyi volt és fizetünk, vagy több lehet belőle, vagy amit az legelőször én említettem, hogy megvárjuk, hogy ki nyer. Köszönöm. Nincs. Józsi bácsi volt először. Én csak arra lennék kíváncsi, ez az egész 20%-os bércsökkentéssel kapcsolatban, hogy Bólog Anati ezt a törvénytelenséget engedélyezte. Mert ha a jegyző ezt fölhívja, hogy ez törvénytelen, akkor a képviselőtestület meghozta, akkor törvénytelenséget csinál, és ő a felelőse, nem a önkormányzat. Ő az, aki kell ellátani a pont. Nem a képviselő, az mostani képviselőtestület. Józsi bácsi, arra jön a kettő jelenes Ami a következő kérdés lesz, hogy ha valóban nagy egyik elérje az önkormányzatot, akkor majd az önkormányzat ezt próbálja behajtani a felelősökön, de ennek a döntésnek most nem ez a dolga. Márkó András. Szeretném kérdezni, összegszerűen mekkora értéket képvisel a te? Hát értelem. Felelősséggel együtt, tehát hogyha a önkormányzat most a képviselőtől visszavonni azt a határozatot, mekkora az összeg, amit most az önkormányzatnak per költséggel tokkal vonóra ki kell figyelni. És a másik, hol van erre forrás? Mert erre megoldás lenne az, hogyha most azt a nonsense helyzetet, amit elmondtál volt, hogy önmagatokkal állt, tehát gyakorlatilag egy olyan testülettel állsz perben, most jobb folytonosságok áll, akikkel egyébként együtt dolgozol. A megoldás az az lenne, hogy a testület visszavonja a határozatot, te pedig az ott esetben elállsz a keresektől, mert minden ez egy olyan helyzetet teremtene, amivel a te neved tisztázásra kerül, viszont a fordulnak a mínusz 27 millió forintos költségvetésén nem keletkezik egy újabb rút. Bocsánat, hogy mondom, de ez egy olyan dolog, hogy a nincsből nem tudom, hogy nem tudom, mert a mínusz 27 az nekem azt jelenti, hogy nincs, hogy miből lenne ez kifizetve. Tehát én egyszer valami fogalmam arról, hogy mi ez a felérték, de ha így elhangzik, akkor az összehasonlítjuk azzal, hogy például az előbbi pályázati önrészhez az hogy viszonyítható, hogy irányítható. Nézd, ebben az esetben nyilvánvaló az én ügyvédi költségeim számítanak, hiszen az önkormányzat illetékmentes, tehát ötter költséget nem fognak rajta elverni. Az én ügyvédi költségeim az elmúlt másfél évben pedig durván 200 ezer forint. És maga a perérték? Maga a perérték, azt nem tudom. Nagyság, hát az is durván annyi. 200 ezer? Nem durván, hát 6-20%. Én 500-at számoltam. De 500-at, 500-at. Tehát 500-at, de már 700-at mindent kerül. Így van. De nem. Tehát a megköltség, tehát a beérték... Azért nem, mert hogy nem lett levonva a hajóstól ez az összeg, tehát ki lett fizetve neki. Nem lett, mindegy, nem lett kifizetve, de nem lett levonva, mert figyelj, 27 egymást átfedő határozat van. Jó, ebből 12 pénzügyi. Mindegyiket megtámadtam, tehát elvileg, illetve nem mindegyiket támadtam meg, de elvileg ez még nem teljesült, de ha nem nyerem meg, akkor teljesülni fog. Tehát... De ha most megállapodtok, mennyibe kerül az önkormányzat? 500-ba, 200-ba? 200. 200. Illetve, hogyha további tárgyalások lesznek, akkor mindig több. Hát nyilvánvaló, nekem el kell mennem, ügyvédemnek el kell mennem. Tehát ez egy ilyen helyzet. Nem
hogy egy olyan tragikus összeg. Nyilvánvaló, hogy is mondjam, nekem ezen kívül még rengeteg fegyelmi határozatom van, ami teljesülhet, de az is látható, hogy én az első után, mint hogy azért nekem ez ennyibe kerül egy ügy, és minden fegyelmi határozatot külön ügyként kezelnek, tehát külön ügyvédi eljárás, én nem tudok többet, nem tudtam többet fizetni, tehát ha úgy tetszik, a másik 26 fegyelmi bíróságon nem támadtam meg, mert akkor tényleg elérték volna a fiúk a céljukat, hogy egyszerűen le kell mondjak, és nem tudok annyi pénzt összeszerezni. Most szorozd be a 27 vagy 26 fegyelmit 200 000 forint, ahol tartanék. Tehát én azt nem tudom finanszírozni, ők önkormányzati pénzre csinálták, én meg nyilván saját. Tehát nyilván ezért nem megy a dolog. Itt nyilván sok megoldás lehetséges, de szorít a határidő, ennyi. Tehát most jó, én is tudnék gesztust tenni, hogyha az összes büntetésemet megszüntetni a képviselőtestület, akkor azt mondom, hogy na, lemondok a perköltségről, és akkor fejezzük be, nekem se kell bíróságra járni, meg az ügyvédemnek se, és akkor nagy ügy. Tehát nyilván vannak ilyen lehetőségek, de most a 27, ugye egy ügynél jogi szakértőt kér a testület egy német tagja, tehát ez még nagyon hosszú egyeztetés kérdése. Nyilván el tudok képzelni ilyet, mert most a hócipőm tele van. A múlt hónapban négyszer voltam bíróságon, és jellemző módon mondjuk az ellenfél nem jön el, csak időhúzás. Ebben a jövő hónapban megint bíróságra megyünk, vagy megyek. Tehát nekem nagyjából elegem van az egészben, és bocsánat, hogy a úti költséget bele se vettem. Jó, tehát át lehet ezeket tekinteni, mennyi a folyamatban, nem lehet erről leülni, megbeszélni itt valahol, egy olyan konszenzusos megoldás talán, ami legolcsóbban jött. Biztos, hogy lehet, de itt vagyunk, tehát most egyszerre itt tartunk, annyi viszonylag fontos, hogy van. Megmondtam benne, nekem is fontos, mert én csütörtökön nem szeretnék elmenni. Tehát most, hogyha a testület azt mondja, hogy visszavonja, akkor én nem megyek el, akkor megtesszük azt a közös nyilatkozatot, azt le van zárva a per, annyi. Három napja még azt mondod, hogy elmész mindenképp csütörtökön. Hát, ez nem nyilatkozat, két napja volt egyébként. Két napja vasárnap délután, hát ha nem muszáj, akkor megjövő az ügyvéd, akkor minek lennék el? Na, hát ezt mondtad, én ezt kérdeztük, hogy elmész, tehát, hogy milyen plusz költség. Tehát nekem itt az a kérdés, hogy van ez a 200 000 forint, és ez mikor fog növekedni? Tehát, hogy tudjuk-e oldani, hogy nem növekszik? Hát basszus, ha most semmit nem csinálunk, nem döntünk, az ügyvédemnek is nekem el kell menni. Nekem nincs költsége, az ügyvédemnek van költsége. Az annyi, amennyi. Hogy utána nyilván az önkormányzat nem dolgá, nem fog dönteni most, akkor még egy tárgyalási napot kinéz, akkor ez még egy beterjesztendő anyag, az megint ennyi. Ennyi a történet. Vasárnap azt az információt kaptam, hogy csütörtökön a Lajos így is elmegy a ügyvédjével, a 200 000 forintból, hogy ez beletartozik. Ezért mondtam én is, hogy akkor előtte nézzük meg egy ügyvéddel, hogy tényleg van egyáltalán esélyünk, vagy semmi esélyünk, és jó, vonjuk vissza, és akkor 200 000-t kifizetünk. Én azt gondolom, hogy én, hogy is mondjam, felajánlottam a lehetőséget a testületnek, döntsön rövid úton, és akkor én azt csinálom, hogy a testület dönt, kész. Kérem, szavazzunk. Jó, rendben. Aki egyetért azzal, és akkor Robi módosítva javaslatát teszem. Tehát Robi föltelten ugye a csütörtökön javaslatot tudnánk? Vagy ne döntsük el semmiképpen? Vagy vegyük a napi rendből? Igen. Tehát nekem a tájékoztatás volt a fontos, hogy a lakosok tudják, hogy egyetem miről van szó. Jó, mert akkor nincs pont, leveszitek napi rendből, és akkor megy minden a maga útján, ahogy eddig ment. Jó, akkor Robi módosító javaslatát szavazásra bocsátom, azt, hogy vegyük le a napirendről ezt a kérdést, aki egyetért ezzel készülem el is a jelezze. 1, 2, 3, nem ment át. Akkor az eredeti előterjesztésről szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy ezt a 147-tel 2011-es határozatot visszavonjuk, az készülem el is a jelezze. 1, 2, ez sem ment át, ez a napirend megtárgyalva. Tehát most nincs visszavonva. Képviselői telefonhasználat megtárgyalása, ugye a képviselői munkák, munka támogatására eddig is volt önkormányzati vagy képviselőtesteti határozat.
Én azt gondolom, elengedhetetlen a képviselők munkájához a telefon használat korunkban, úgyhogy kérem, erről döntsünk. Leginkább itt az összegszerűség az eddigi határozat alapján, ha jól emlékszem, 10.000 forint per hó volt meghatározva az előző képviselőtestületnél. Én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Igen, ez oké. Parancsolj! Az egyik dolog az, hogy én is már itt felvetettem, mikor nem is tudtam, hogy ilyen lehetőség van, vagy ez, mert tényleg hát az elmúlt egy hétben nagyon sokat beszéltünk egymással, egy darabig mi tudjuk ezt finanszírozni, de hogyha ingyen tudunk egymás között beszélni, mert főleg szerintem erről a telefonnak erről kell szólni, hogy én bármelyikőjüket hívom, akkor az ingyenes legyen számomra, mert már kicsi a falu, de akkor is azért néha telefonon tudunk egyeztetni. A másik az, hogy szerintem a 10.000 forintot én így laikus szemmel soknak tartom, tehát az, hogy valami 10.000 forint, ugye az csak a kimenő, hogyha befelé ingyen tudunk beszélni, abban nem tudom, hogy az előfizetési díj az benne van vagy nincsen. Tehát kimenő hívás 10.000 forint, az nem kevés, tehát akkor már sok mindent fel tudnánk még beszélni. A másik az, hogy az összegszerűséget én azért nem tudom pontosan, mert a perzdiakról megint nincsen fogalmunk, tehát itt megint információ hiányba szenvedek, hogy mondjuk azt mondom, hogy 5.000 forint, az mennyire elég? Vagy hogyha 3.000, az elége, vagy 8.000 kell, mert hogy mennyi a perzdi? Bruttó 13 forint körül van a perzdi. Hát legyen az azok az egész megvannak az évben, hát fontosan. Hát 24.000 forintot, ha betudatunk, akkor igen. Tehát szépen kárt. Csak egy túl egy előre fizetik. Igen, ez egyértelmű. Tehát az illan volt. Családokat. De én azt gondolom egyébként az elméleti dolog, mert ha az önmérséklet az emberben benne van, akkor teljesen mindegy, hogy 100.000 forintról meghatározva, úgyis 5.000 telefonát hoztán kész. Soha ingyen beszél mindenki. Tehát ez. 10.000 forintos volt, amit azt a túlért, az meg kell fizetni, senki nem lépte túl. Persze. Tehát én mondjuk javaslom, hogy egy alacsony. Nem csak annyit tudom, hogy ez egy élő csomag, tehát nem kell újra vásárolni. Igen. Csak megtalálom. Persze. Így van. Működő. Bizonyos kormányzati csomag. Képviselők mennyit telefonálnak, ezt levőkezünk. Persze. Ez tényleg lelkiismereti kérdés, de hogyha mondjuk 5.000, akkor lehet, hogy jobban figyelünk, hogy most akkor fölhívjuk-e az édesanyagokat, vagy nem. Jó, 5.000 forint javaslatot. Jó, Robi javaslata 5.000 forintot, ezzel egyetért ezt kész felemelésre jelezze. 1, 2, 3, 5, igen, én nem, én a 10.000 forintot megtartottam volna. 5, igen, 1, nem. Legutóbb ülésünkre elmulasztottuk az alpolgármester jelölés során, az alpolgármester jelöltet megnyilatkoztatni arról, hogy kéredíjazást, illetve főállásban, nem kéredíjazást a munkájáért. Ezt most megtesszük. Jó, hát nem kérek semmiféle díjazásra, nem tartok igényt a polgármesteri tevékenységet. Eleve. Nem is kérem. Köszönjük szépen. Egyedek napirendi pont. Képviselőtársaim parancsoljanak. Én ebben a napirendi pontban szeretném megköszönni a Zittő Rezelő Testület tagjainak az állítéket itt a végzett munkát, és szeretném megköszönni ezt az előkészítő munkát is, amit az ezt a Római Közös Hivatal érdekébe tette. Köszönöm szépen. Köszönöm. Robi? Még az alakuló ülésen szerettem volna ezt mondani, hogy én a lakosoknak szeretném, meg gondolom mindjárt nevében a bizalmat, amit adtatok június 9-én, amikor mi kaptuk a szavazatokat, hogy újra illetve, tehát hogy ide bekerülhetünk, és hogy ezt tudjuk végezni, ezt a munkát. A másik dolog, hogy mindenki tudja, hogy jóval többen indultunk, mint ahányan itt ülünk, tehát összesen 18, meg 3, 21 ember az, aki elindult, meg valaki duplán. És hogy én nagyon számítok a többi jelöltre, mert nagyon sok mindenkinek remek ötlete van, nem szeretnék most senkit itt személy szerint kiemelni, ötlet, hajrá, tegyük, csináljuk, és én számítok rájuk nagyon, mert én úgy érzem, hogy heten talán kicsit kevesen vagyunk,
másik három szemszögből jobban meg lehet ezt nézni, és hogy én fogom is őket keresni aktívan, hogy igen, akkor üljünk le. Egy jó lehetőség lesz majd ugye a bizottságokban részt venni és ott tenni, mert hogy én azt látom, hogy fontos az, hogy, hogy sokan tegyünk a faluért. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még az, hogy árvíz védekezéssel kapcsolatban a elhárítási munkák. Igen. Mondom, hogy a gondok elhelyezése talán egy igen. segítség lehetne ezt a Péliskolon, bocsánat, Visegrád polgármesterével, hogyha a kapcsolatot felvennénk, ott nagyon sok árvízkezés után visszamaradt homokot elhelyeztek a leendő községháza, vagy a városháza feltöltésénél. Tehát úgy gondolom, hogy ha problémánk van esetleg valamit valahol oldani, és az megfelelő minőségű, tehát nem veszélyesen nagyon akkor talán a segítség fontos lenne, mert jelezték már nekem a futballpályánál visszamerült a tíznek a szivattyúzását. Én szeretnék kérni esetleg holnapra benzin, ha lehet, szivattyút talán megoldanám. Köszönöm szépen, ez utóbbi különös köszönettel leszem, hiszen a szivattyúkat elszállította a tűzoltóság, tehát nem áll rendelkezésünkre pillanatilag ilyen eszköz. A benzin pedig rendelkezésünkre áll. A homokzsákokkal kapcsolatban azt köszönöm, hogy felvetette meg az egész árvízi védekezés utólagos helyzetével kapcsolatban. Hiszen a Védelmi Bizottság mai délutáni álláspontján, itt ez megint magyarországi sajátosság, hogy különböző megyék különböző döntéseket különböző időt, vagy ugyanolyan döntéseket különböző időpontban hoznak nyilvánosság, vagy hoznak meg. Erre a bontási határozat az élő példa, hiszen Visegrádon már három napja bontottak, és mi még ahhoz képest tegnap előtt, három nap ezelőtt 10 órakor kaptuk meg az írásos bontási határozatot, amikor a 11-es utat elkezdhettük bontani. Ez érvényes a homok megítélésére is. A Megyei Védelmi Bizottság mai ülésén még nem döntött arról, hogy a homok az veszélyes anyagnak számít-e, vagy sem. Lehet, hogy akkor ezt Pest megyében már megvan, hogyha ott már terítik, deponálják. Valószínűleg nem lesz az, mert normális ember ezt a iszonyatos mennyiségű homokot nem fogja tudni elszállítani az országba, amit most zsákokba töltöttek. Tehát én a kormányrendeletre várnak, én azt gondolom, az holnap ki fog jönni, hogy ez mégsem veszélyes, de magunk között legyen mondva, mi is tudjuk, hogy nem veszélyes, tehát területfeltöltésre bőven megfelelő az anyag. Nekünk még egy, hogy is mondjam, nagyjából a Duna mellett végeztek a bontással, Esztergomban holnap fognak végezni, nekünk van egy, hogy is mondjam, fennmaradt szakaszunk, és erre ezek után ki kell, hogy térjek. Mindenki látja, hogy a 11-esről elbortuk, de csak deponáltuk az anyagot. A katasztrófa védelmi, illetve a Védelmi Bizottság ma nem döntött ebben, tehát várják a bevizsgálás eredményét az anyagnak, hogy az veszélyes hulladéknak minősül-e vagy sem, akkor lehet csak elbontani a meglévő gátat a szalai telke mellett. Hogy is mondjam, igen, a veszélyes anyag gyanúja felmerült, tehát aki ott volt a gáton és dolgozott, az érezhette, láthatta. Ezt a katasztrófa védelem kivizsgálhatja, és próbapontra eldől. Ha veszélyes anyag, akkor almásvízítőre kell szállítani, megfelelő speciális veszélyes anyag szállítására alkalmas eszközökkel. Ha nem veszélyes anyag, akkor meg a környéken kell elhelyezésre való területet nézni ezzel kapcsolatban. Még egy tájékoztatásul azért, mert nyilván a faluba gyorsan elterjednek a hírek. A 831-es területre deponáltuk ideiglenesen a homokzsákokat, és valóban itt információáramlás béli különbség alakult ki a bérlővel, de akkor most már mindenki tudja, hogy a 831-es területet a doktor úr bérli. Hogy az állami terület és a Esztergomi Védelmi Bizottság azt a területet kijelölte ideiglenes depóniának, ahol a homokzsákokat letettük, de a bérlővel sikerült megállapodásra jutni.
beleegyezett a hogy is mondjam, az ügy tisztázása után a deponálásba, és az is természetes, hogy az nem maradott zsákoktól, aki arra járt, azt láthatja, hogy elkezdtük annak az ürítését. A homok sorsáról volna fogok egyeztetni a bérlővel, hogy ott maradhat, vagy elszállítsa az önkormányzat. Nézetem szerint jobban járnának, hogyha ott maradna, mert van egy csomó gödrös rész ott hátul, de ezt majd a bérlő holnap nyilatkoztatja. Ebben is írásbeli megállapodást fogunk kötni. A katasztrófa védelem munkatársa ma még a parancsnok Dömösön, hiszen a veszélyhelyzet nem lett visszavonva. Tehát minden nap jön, és minden nap rögzíti a naptólba ezeket az eseményeket. Ez a három oldalú, vagy ez a megállapodás is része lesz a katasztrófa védelmi naptólnak. Ennyit akartam ezzel ezt ma elmondani. Csoma. Laci. Nincs tisztelően a polgár, hogy van itt fölhalmozva a homok mennyiség, olyan került felhasználásra, ha jól tudom, az ki lett függesztve a faluba, hogy ezt nem tudjuk taposok elvetni. Tehát erre azért figyeljünk oda, hogyha már tettetek egy ilyen éget, akkor ezt tartsátok is be. Ami nincs fölhasználva, rendesen nem minősül veszélyes hulladéknak. Kettő, a szivattyúkat személyesen vettem át a tűzoltóságon, és értetlenül láttam azelőtt, amikor innen elvitték, mert Pilisporóta nagyon szüksége volt rá, mint Dömösnek. Tehát az, hogy a tűzoltóság elvitte, ez nem igaz, aki kifele megyünk, itt vannak még a szívótonok, vagy nyugótonok, ha a tűzoltóság elvitte volna, azt is elvitte volna. Át lett adva Pilisporóta, mert nagyon szüksége van a védekezésnek, mint Dömösnek. Én úgy gondolom, hogy a belvizeket meg lehetett volna oldani, kiszivattyúzni ebből a szivattyúkkal. A veszélyes anyagnak csak annyi, hogy ugye a lakossági bejelentés vagy magánembertől érkezett ez, hogy veszélyes anyagnak tartják ezt a építési gátból felhasznált anyagot. Egyetlen egy darab törött vasúti betontalfa van benne. Kicsit meglepődök azon különben, hogy Dömös az a hely, ahol ha valami működik, azt mindig meg kell fúrni. Tehát nem az a szempont esetlegesen, hogy megvédjük a falut az elvíztől, hanem már elkezdjük azt a részét, hogy az esetleg helyet veszélyesen. Erre úgy gondolom, hogy nyilatkozni kellett volna az önkormányzatnak, hogy mit szándékozik ebben az anyaggal tenni. Meg tartja. Jelen pillanatban Dömösnek nincs olyan terület, amit föl tudna tölteni. Elszállíthatja, teljesen fölösleges a műzélye, ami most elindult, hogy most veszélyesnek, hogy nem veszélyes arra. Három, igazából annyit szeretnék én a tisztelt képviselőtestet minden egyes új tagjától, hogy mielőtt döntenek, hol mossák el végig azt a határozatot, amiről pontosan döntés születik, hogy ne kerüljön esetleg félreértések és nagy a félvezetés, mint rásd élő például az előbb, mikor nem fogtunk szót. Nem hiszem, hogy el lett olvasva, hogy melyik határozat miatt indul pontosan el, és milyen ügyből fogjuk el. Ez mindig egy fél oldalról egy határozat. Én azért elkezdem a helyetekre és a helyetekre. És tovább sok sikert a következő munkában. Köszönjük a jó tanácsokat. Valóban, bocsánat, hogy csak a szivattyú kérdésre, valóban Pilismarótra átszállította a katasztrófa védelmi munkatárs személyesen. Békés Roland főadnagy úr tegnap előtt, hiszen a 11-es útról nem győzték leszivatni a anyagot, és az a kettő szivattyúból egy tönkrement, amit egyébként a Szent Iváni tűzoltóság hozott át ide az Ádám Bandulber Ádám közreműködésével. Tehát az esztergomi erőknek csak ennyire volt lekötve az energiájuk, és akkor a katasztrófa védelem úgy döntött, hogy átcsoportosítja a két szivattyút. Előtt Pilismarótra, hiszen a 11-es út felszabadítása, én azt gondolom, nem fontosabb, mint bármilyen más terület, illetve nem minden bármilyen más terület, de mondjuk egy visszamaradt zárvány. Úgyhogy erről az ennyit akartam. Éva, te akartam? Nem a mi szivattyúnk ment tönkre, de... Nem a mi szivattyúnk ment tönkre, és azért vitték el. Azért vitték, hogy a 11-es utat föl tudják szabadítani, pontosan. Jó. Csak annyi, hogy Visegrádnak 8 darab szivattyúja elüresen, amit bármikor felajánlott Szabó Attila a telefonon értesítette. Az itt embereket a hivatalban 8 darab szivattyú Visegrádban nagyon szívesen kölcsönökről várni. Köszönjük szépen, ez az információ még nem érkezett el hozzám, de kis hamis. Parancsolj, András! Nem, nem a házvízzel kapcsolatos dolog, kettő teljesen... Ja, bocsánat, Én csak letettem a kezelésre. Igazából csak azt szeretném elmondani mindenkinek, hogy
oké, lekerült ez az összes homokzsákból, nyilván ugye hívtunk benneteket ezzel kapcsolatosan, hogy miért, milyen apropó volt. Tehát eleve csodálkoztam majd, hogy nem önkormányzati területen deponálunk, hanem egy, ugye tudjuk, hogy állami terület, és tudjuk azt is, hogy állatott Kolt Miklós Bérdi a teljes 831/2, illetve azt is tudjuk, hogy itt különösen bármilyen jelenti tapasztalható bontási történet volt, minden egyes alkalommal az alsó rét alá lett lepakolva, magán az alsó rét lett lepakolva, ugye a lókaházat, amikor elbontották, akkor is oda került az összes törmelék, ami onnan ugye nagyon vályokházó van szó, de azért ott nem kevés szemetet bontottunk ki, mivel közben lakókat voltakunk. Illetve a patak árvizekkel kapcsolatosan is, amikor a teherautóknak felpakolt fölvenny tulajdonképpen köves, vízes fölvenny kifolyott végig arra az útra, és ugye ott deponáltátok be az összes anyagot, amit mi lakók a saját pénzünkből készítettünk, nyilván volt benne önkormányzati segítség is. Ezt én elég rendesen össze fogom rakni számítanak, hogy kinek mennyi pénze és mennyi munkája, és mennyi kapcsolata van ebben a történetben, hogy ez egyetek így kialakultott. Ez az út, a mai napig nincsen az út nyilvántartásban benne, ez az út az, amin mi bejárunk, illetve a Kácsis-Mihály utca a rossz minősége miatt kb. 30-40%-ban azok ezt az utat használják. Amikor a sarkon nem férnek el az ott parkolóautók, ezt az utat használják. Az oldalra járunk gyerekek, oda viszik az alsó kapuról most már a föntvölő családokkal a gyerekeiket, mindenki ott parkol, mindenki ott közlekedik. És nekünk mostan körülbelül legünk abból, hogy milyen saját pénzből állandóan a saját munkával kárt húzunk, és soha egyetlen egy szóval nincs, nem is jelezte nekünk senki, hogy mikor mi fog történni majd azon a területen, amit mi tartunk arban. Na ott lakók, el is tudom vagyunk, és elég komoly erőt képviselünk ebben a történetben. Köszönöm. Jó, hát azt gondolom, nem kérdéses, hogy a köszönet jár a munkátokért, amit annak a területnek a kialakításába belefektettetek, de ha visszaemlékszel, én 2006-ban kerültem polgármesteri székbe, akkor még a keresztben jártatok ott a réti henéken át az alsó réten, gyönyörű légi fotó van róla, hiszen ez az út nem lett kialakítva, ami most a Táncsi utcából lejön, és hogyha akkor nem kezdjük el feltölteni ezt a területet, akkor ma sem lenne az az út kialakítva. Na, és ezt mit tudjuk fel? Aztán nem tudom, hogy ezt te? Igen, hogy? Te? És én jelöltem ki az útjomban, hát tényleg Lajos jött. Jó, akkor mondjuk... Saját adóimban, saját voltám, a saját élet. Akkor kérdezd meg a Révi Zsoltit, hogy a polgár építkezésből... Így van, abban a Lajosban ment, Lajos. Jó, az a Táncsis-Mihály utcáról lefelé menni, hogy pont amit elkünk alá az. Ezt majd megjutatjuk, legyen tiéd. Én bemondok a vérdemből, legyen tiéd a vérdem. Itt elhozanak olyan dolgok, igaz, nem igaz. Tessék mindent leírni, legyen dokumentálva, hogy is, hogy nincs az, hogy igaz, vagy nem igaz. Tehát mindent le kell írni normálisan, akkor van az, hogy most 2 nappal ezelőtt mondott a Lajos valamit, vagy sem. Gyerekek, írás és előkeret is legyen minden leírni, és akkor nincsen oka arra, hogy összeveszek egymást, hogy ki mit fogad el. Na, ezért tartjuk fontosnak a jegyzőintézményt. Legyes, minden egyes úgy, és a jegyzőkönyv. De én azt gondolom, ezt nem nekünk kell címezni, mert az elmúlt fél évben egyetlen egy jegyzőkönyv nem került ki a honlapra. Panaszkodtál valamikor is a bárkozéknak? Beszélgettünk róla. Ja, beszélgettél róla. Jó. Minket meg a második ülésen elkezdesz, hogy nincs jegyzőkönyv. 2010 között új volt jegyzőkönyv. Megvannak a jegyzőkönyv. Jó, az útra visszatérve, ugye azt mindannyian tudjuk, hogy állami terület. Állami területtel az önkormányzat felújítási pályázatot nem újthat be. Most ugye annyi savagorsa van a történetnek, hogy az egész utcástól, az villanyoszlopostól, közvilágítástól bérbelettel a bérlő. Tehát nagyjából akkor most a utca felújítása még bonyolultabb történet, hiszen a bérlő beleegyezése, az állam beleegyezése, és akkor most... Nincs is felújítani, mert nincs meg az út nyilván, tehát az Óda végénében jár, a László János utca, onnan is kezdve 16 mésen is gondolva volt kijelölt a rendesi terben, eljön egészen a Lelemúcs utcáig, ugye, ami a Mitertünk sarkánál végén, a Termobéc és a Mitertünk sarkán végén. Odáig az nincsen benne az út nyilvántartás, az alsó út. Hát momentan a helyi rendezési terben benne van, és de, azért... Terve. Hát a basszus a tervek alapján van az út. Nem, megvalósítás alapján van az így. Én van. Jó, ja. Ja, és te nem kell hozzá. Jó, én azt gondolom,
Azt gondolom, mentővitára kezdtünk be, haladjunk az érdemi irányokban. Van még az egyetekben valakinek valamilyen? Képviselőtestület. András? Kettő dologban lenne olyan, amivel szeretnénk az egyetek kategóriával beszólni. Kérdésem lenne. Az egyik az az, ami a képviselőtestületi, nyilvános képviselőtestületi ülésekről készül videófelvétel. Ez ugye a lejátszásra kerül a helyi kábel télén keresztül. Én felvetettem annak az ötletét, és szeretném most erre választ kapni, hogy ezeknek a felvételeknek tekintettel arra, hogy nem minden háztartásban van az a kábel tévé, amin keresztül ez látható, hiszen egyre kevesebb háztartásban van ez, mert más szolgáltatók olcsóbb, aki egyre kevesebb háztartásban jut el, például ennek a mai ülésnek is a felvétele. El ingyen és bérmentve rendelkezésre állna azt, hogy ezt föl tudjuk tenni az internetre, én ezt föltenném a netre, csak meg kéne kapjam hozzá a mindenkori felvétel, hogy föl tudjam tenni, és egyfajta archívumként ez rendelkezésre álljon a YouTube ingyenes szolgáltatásán keresztül. Ehhez szeretnék egy igent kérni, vagy nemet a testülettől, hogy ezeket a felvételeket ugyanúgy, hiszen nyilvánosak a felvételek, nyilvános lejártásra is kerül, így gyakorlatilag ez egy elvi kérésként tekintsétek, hiszen mégső esetben akár is megoldható, hogy a kártevényben lejártás rögzíti az ember, és azt törzik. Így van, sok mindenre van lehetőség. Én ezt a képviselőtestületnek tolmácsoltam a kérdésedet. Vállalom. Csak annyit mondanék, hogy tekintettel arra, hogy ez a felvétel nyilvános, bárkinek joga van kikérni az önkormányzatból a felvétel, és aztán utána nyugodt léleket fel lehet tenni. Jó, tehát akkor megkaphatom? Szerintem. De az egyszerű példány belőle kapsz. Jó, kellett. Vagy csak akkor fölteszik a hívót. Úgy, hogy tényleg mindenki hozzá tudjon férni. Hát tényleg ilyen, hogy elindul a dövös.hu volna, tudna ezeket szép is ilyen kis lesz maszla, amivel lekenyed, és
és egyszerűen be kell fejezni. Technikai kérdés, természetesen befejezzük. A kapcsolatot, hogy időpontot megszervezzük. Megcsináljuk, ott lesz már. Így van. Bartók Bátor. Bocsánat, nem fontoskodni akarok, meg van a festények hozzá, természetesen. A nagyobbik van az nálam van, azt még nem tudtam, hogy utazottak, mert az árvíz miatt az nem gondoltam, hogy se elég állom, hogy le fogja festeni. Tehát megvan az összes festék hozzá, megvan az ecset hozzá, megvan hozzá, hogy tiszolópapír, nem úgy készültünk, természetesen, hogy 28 ember fogja lefesteni, az szinte lehetetlen. Tehát annyi esetben hátsúzóak, mindegy. Annyit kérek, hogy még annyira, hogy le kell csavarozni a felső részt, ott a csavarok nem lettek meg, lássáló voltak, ahol kell figyelni, bárki fel tud elmondani, hogy mi van, meg nem a reklám helyet, de én fogok itt közmunkát végezni, akár nem szívesen, hogy azt festem, hogy ezt tovább. Megvan minden eszköz, le fogom jutatni a hivatalba. Ha ecsetet adottam, már egy tanú festék van még nálam, és akkor állok a lépőről fogok. A cél adott, egy kötődő technikai kérdés, megcsináljuk és kész. Robi. Nekem még egy gondolat jött, illetve kettő, de össze tudom fűzni, ez az információ többször elhangzott. Többször én vagy nemmel, vagy tartózkodással szavaztam, ez tényleg azért van rendkívüli eset, hogy összeülünk, nagyon kell gyorsan haladni előre, de én úgy érzem, hogy sokszor túl kevés az információ, azért nem tudok én jó szívvel igent vagy nemet mondani, vagy a megfelelő információ alapján mondok igent vagy nemet, ezért én ezt szeretném is kérni Lajos tőled, aki fogja nekünk ezt kiolgálni, hogy hamarabb kapjuk, tehát most ezt a stócot is itt a képviselőtestületi ülés előtt kaptam meg, tehát nem tudom áttekinteni, úgy nem tudok rendesen dönteni. A másik dolog igen, az ami kicsit összefolyik a médiával, amit András említett meg a Lajos, és hogy ezt szeretnénk megreformálni, minél több emberhez, akit érdekel, jusson el egyáltalán képviselőtestületi ülés, vagy utána a bizottsági ülések. Most is mindenkit én nagyon ösztönzök arra, hogy jöjjenek, vegyenek részt bennem, minél több ember legyen a bizottságban, nyíltak legyenek, ne legyen az, hogy igen, akkor most mi, hogy, merre, meddig, hanem tényleg egyértelműen lássuk, nyíltan kommunikáljunk. Mert az informatikai részét én megcsinálom, mindjárt is bérnek be, lehet, hogy a szabad a bizottság létszámát majd az SMS-ben határozzuk, tehát majd ahogy a testület dönt, és akkor utána nyilván külső tanácsadók jöhetnek. A bizottságnak egy adott létszáma van, tehát az egy másik kérdés. Az SMS-től függ. Lesz jelzőnk, lesz technikai segítségünk, akkor az előterjesztések is hamarabb és pontosabban készülnek. El is beizáltam ezt. Csonka, jó, de? A járszolvárhoz visszatérnek egy kicsit, megköszönném Tátrai Gábornak, aki a lakatos munkát segítnek a járszolvár felújítására megcsinálni, és Tóth Péternek a munkáját, aki a műanyag tetőt hegesztette meg. Nem volt kis munka, ellen sem tudtak segíteni, és még a képviselőtestületet tájékoztatnám egy dologra, amivel dönteni kellene most. Még az előző testület döntött, egy cserkész csapat jött volna egy 30 főre körülbelül tárolozni a faluházba. Ők bérbe vették volna. Született is egy megállapodás, hogy 600 forint per fő, miért van az önkormányzat, de a szerződés a várvíz miatt nem került aláírásra. Ez az összeg körülbelül 100 000 forintos nagyságrend, ez a Sennyi Gáborral egyeztettünk, ez elegendő lenne a vizes blokk felújítására olyan szinten, hogy használható legyen, tehát a melegvíz megoldható lenne belőle, és a vizes blokkok olyan szinten rendbe lettek volna hozva, hogy az emberi használatra alkalmas lenne. Új lett volna, de a célnak megfelelő. Erről június 7-én vagy 9-én jönnének. Tájékoztattuk a döntésről őket, hogy jöhetnek. Ha mégis úgy dönt a testület, hogy nem, akkor nagyon gyorsan kellene ezt közölni velük, vagy fogadni. Mondták, hogy később jelenten ők tudnának még ajánlani más csoportoknak is, tehát itt elindulhat egy ifjúsági turizmus. Ez úgy indul, hogy megígértük és visszamondjuk, az ahhoz még egyszer reklám lesz. Megkaptuk róla a papírt, köszönjük szépen, megkaptuk róla a papírt, és mindenféleképpen felvesztük velük a kapcsolatot, csak mivel napirendre került, és beszélgettünk erről a faluház belső felújítási pályázatáról, és nem tudjuk, hogy de mindenféleképpen tájékoztatjuk őket, és megoldást találunk, és jöhetnek. Ha nem oda, akkor más helyet, mert tudtam, hogy a plébániát is felkeresték, csak a plébánia az foglalt, mert már annól voltak itt a plébánián. Hogy nem szeretnénk beleesni abba a csapdába, ugye most egy bizonytalansági tényező van, mert ha a 12 milliót meg tudjuk menteni, ez július első, második hetében van.
pont az építkezés ideje. Tehát most érszegik egy levelet, hogy jöjjenek, utána meg megvan a 12 millió és augusztus 8-ig építkezni kell, vagy augusztus 30-ig, akkor ott van egy nehéz helyzet. Ez nehéz helyzet. Megpróbáljuk megkeresni a megoldást. Nyilván a megoldás, a logikus megoldás az lehet, hogy az önkormányzat bevételtől se essen el. Megírjuk nekik, hogy jöhetnek, de ugyanakkor tartalékba tartunk egy helyet. Hogyha mégis építkezni kell, akkor át tudjuk passzolni oda, hogy a szállás is megmaradjon, de ha nem építkezünk, a bevétel is megmaradjon. Tehát. Jó. Ha más nincs, akkor köszönöm mindenkinek a részvételt, és bezárom az ülést.